A pénzintézet 32 településen 33 kirendeltséggel rendelkezik a megyében. Ezek felújítása 2 évvel ezelőtt kezdődött el. A Mérki épület a 70-es években épült, ezért már régóta esedékes volt a rekonstrukció. A 20 millió forintos beruházás munkálatai 2 hetet vettek igénybe. A felújítás teljes infrastrukturális megújulásra terjed ki. A villanyvezeték, a bankbiztonsági vezetékek, a számítástechnikai eszközök és a hálózatok kommunikációra, valamint egy új bankjegykiadó automatát helyeztünk üzembe. A település polgármestere szerint a megújult környezet mellett az is fontos, hogy a mérkiek ezentúl helyben intézhetik a bankkártyás tranzakcióikat. A lakosok eddig is itt intézték az ügyeiket, akik a takarékszövetkezet ügyfelei, de az, hogy ez a környezet ennyire megépült, megszépült, felújították, ez az egyik, ami külsőleg is, és nyilván aki ide belép, annak sokat számít, és az ATM, amire már nagyon-nagyon régóta vágyott a lakosság, hiszen Máté Szalkára Nyírbátorba kellett pénzt felvenni. Bízom abban, hogy ezután sokkal többen fognak a kártya használatának lehetőségével élni, nem kell pedig itt bent személyesen felvenni a pénzt, és ez az itt dolgozóknak is nagyon sok plusz időt fog jelenteni. Az elnök igazgató elmondta, tovább folytatják a kirendeltségek felújítását. Nagyecseden már el is kezdődtek a munkálatok.